Abban nincs semmi újdonság, hogy a Balatonfüredi Lóczi gimnázium tanulói közül sokan igen magas szinten sportolnak. Jártak vagy járnak ide remek vitorlázók, vívók, kézilabdázók, atléták. A paletta most egy újabb szokatlan, de nem mindennapi sportággal bővült. Ez a terepmotorozás. A motocross kifejezetten férfi a sportág, nagy fizikai és mentális erőt követel, de azt senki sem gondolná, hogy egy 16 éves gimnazista lány ül a motoron. Már kiskoromban is szerettem volna kipróbálni a fiú sportokat, csak anyukám nem engedte, és most jött el igazából az ideje, hogy bele tudtam kezdeni. Laura 12 évesen ült először motorra. 3 évvel később kezdte el a versenyszerű motorozást. Nagyon sok lány van a mezőnyben. Most például idén annyi lány indult, hogy külön kategóriát indítottak nekünk, és nem is indulunk fiúkkal együtt, és nagyon erős a mezőny. Szlovákok, osztrákok, románok és csehek is jönnek a versenyeinkre, úgyhogy nincs könnyű dolgom. Egy verseny úgy szokott állni, hogy reggel van egy 15 perces szabadedzés, utána egy 15-20 perces időmérőedzés, ez alapján választhatjuk ki a rajtgépbe, hogy hova állunk be, majd van 2 futam, az egyik legtöbbször délelőtt, a másik pedig délután, és ezt lehet mondani a legizgalmasabb részének. A lány kategóriában igazából nem számít a motor köbcentije, csak 85 köbcenti fölött kell, hogy legyen, így igazából 450 köbcentis motorral is indulhatnék, nem számítana. A külső szemlélő szerint a motocross nem éppen egy veszélytelen sportág. A motocross sport nyilván veszélyes, mint minden másik sport, de ezzel együtt kell élni, és a megfelelő felkészültséggel el lehet kerülni a sérüléseket. Nekem ehhez a crossmotorozáshoz nem is kell jogsi, csak papírokat kell megcsinálnunk, hogy versenyen indulhassak, de mindenképp szeretnék majd utcai motorra is jogosítványt. A folytatás is jól sikerült Laurának. Az esztergomi versenyen a 6. helyen végzett. Áprilisban következik egy újabb megmérettetés az Ácsi motocross pályán.